Egy fideszes törvényjavaslat kötelezővé tenni az önkormányzatok számára, hogy kedvezményes áron adják el bérlakásaikat, ha azokat a bérlők megvennék. Ellenzéki városvezetők bírálják a tervezetet, szerintük ez az önkormányzati bérlakásrendszer végét jelenteni. Az előterjesztő fideszes képviselő ezzel szemben azt állítja, az emberek többsége a magántulajdont pártolja. A Habitat for Humanity magyarországi önkéntese dolgozik egy újpesti szociális bérlakás felújításán. Ha készen lesz, egy 4 gyermekes pár költözik a házba, amely évek óta családok átmeneti otthonában él. A szervezet szerint beláthatatlan méretű lakhatási katasztrófát indít el a fideszes törvényjavaslat. Azok, akik szociális bért fizetnek, azok a rendes bérleti díj megfizetésével is küzdenek, tehát nekik soha nem lesz annyi spórolt pénzük, hogy akár a 15-20%-át összeszedjék a lakás értékének. A 14. kerületben 2000 bérlakást veszítene el az önkormányzat. A polgármester szerint, ha ezeket el kellene adniuk, más már nem számíthatna lakhatási segítségre Zuglóban. Leginkább a lakásmafiának nyújt ez teret, hiszen a mögöttük lévő erők besegítenek majd, hogy meg tudják venni, de utána őket kiköltöztetik, és egy óriási szociális katasztrófát eredményezhet ez az átgondolatlan lépés. Budapest 13. kerületének szocialista polgármestere szerint az önkormányzati bérlakás rendszer végét jelenteni, ha elfogadnák a törvényjavaslatot. A 8. kerületi városvezető pedig az elmúlt évtized legkárosabb lakáspolitikai döntésének tartja a jogszabálytervezetet. A benyújtásnak a célja... Börösz László videóüzenetben reagált a felvetésekre, és elmondta, az alacsony jövedelműek 25 éves kamatmentes részletfizetési lehetőséggel vásárolhatnák meg bérleményüket. Az eladott lakásokat pedig máshogy is pótolhatják az önkormányzatok. Mindenki juthasson saját tulajdonú lakáshoz, aki önkormányzati bérlakásban lakik, hiszen magyar emberek többsége a magántulajdont pártolja, és akkor érzi magát biztonságban, a lakhatási biztonságát akkor érzi, hogyha magántulajdon lakásban lakhat. Fideszes városvezetőket is megkeresett híradónk, Székesfehérvár polgármestere Cser Palkovics András türelmet kért. Debrecen városvezetője nem kívánt nyilatkozni. A megyei jogú városok fideszes elnöke Szita Károly pedig nem tudott időt szakítani műsorunk számára.